Üdvözlök mindenkit, én Hojcsi Gábor vagyok, az Aquiem nevű cégnél dolgozom 2007 óta, és az utóbbi években, mint a Drupal alaprendszer fejlesztője. És nagyon sokat dolgozom a Drupal 8 a következő kiadás elkészültén, aminek ez a mottoja, hogy make something amazing for anyone. Szerintem nagyon találó. És igazából nem tudtam, hogy hogyan célozzam meg ezt az előadást, úgyhogy megkérdezném, hogy ki az, aki általában szeretne megismerkedni a Drupallal, mert még nem használta. Kiváló, vannak ilyenek is, nagyon jó. Mert igazából az első kérdés, hogy egyáltalán mi a Drupal. És mindig vicces példákat találok, amikor elindulok ebbe az irányba, mert az egyik példa, amit találtam, bátyám kedvenc szerepjátékai voltak, a Magic of the Gathering és a Dungeons and Dragons, nem tudom, hogy ezek mondanak-e valamit, de nálunk ez a gyerekszobában nagyon ment annak idején. De hogyha valaki, tehát ők Drupalt használnak erre az oldalra, a cég, aki ezeket a játékrendszereket fejleszti. De hogyha valaki egész egyszerűen arra kíváncsi, hogy milyen idő van kint, akkor a weather.com is, ez maga a weather.com is Drupalt használ. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne segíteni a világ éhezőinek, akkor az Oxfam nevű szervezet egyesülés is Drupalt használ. Hogyha valaki inkább csak a szabadidejét szeretné eltölteni, és mondjuk Lady Gaga iránt érdeklődik, ő is Drupalt használ a saját weboldalán. De hogyha inkább ugye jövőbe tekintünk, és az érdekel minket, hogy hogy lesz jó a Földnek, és mondjuk ilyen szuper autókkal szeretnénk furikázni, akkor a Tesla weboldalán is a Drupallal fogunk találkozni, a Tesla saját weboldalán is ez fut. Vagy hogyha általában a Föld jövője izgat minket, akkor a Greenpeace közösségi oldala, Greenpeace Greenwire, ahol összekötik a különböző helyi közösségeket és az aktivistákat abban az irányba, hogy hogyan tudnak jól együttműködni, ők is Drupalt használnak erre a célra. Vagy hogyha ennél egy még magasztosabb dolgot gondolunk, hogy a sajtószabadság és egyáltalán a szabad véleménynyilvánítás védelme érdekel minket, akkor a Freedom of the Press Foundation is Drupalt használ, aminek az egyik elnökségi tagja, az Edward Snowden, a világ egyik leghíresebb ilyen szabadságharcosa. Szóval igazából a Lady Gaga-tól a szabadságharcosokig mindenki valahogy találkozhatott a Drupallal, vagy használja a Drupalt, úgyhogy nehéz ezt beskatujázni valamilyen konkrét területre. És szerintem több oka van annak, hogy miért használnak ők Drupalt, vagy hogy mi miért használunk Drupalt. Egyrészt a technológia, ami a Drupalban néhány alapvetés köré szerveződik, és a Drupal 8-ban még jobb lesz. És én szerintem a legfontosabb alapvetés ebben ez a tartalomstruktúrálás, ami a Drupalban már egy ilyen előremutató megoldás volt jóval korábban, mielőtt még sok más rendszer ezt felfedezte volna. Azt nem mondom, hogy a Drupal ebben úttörő volt, de a Drupal nagyon jól megtalálta ezt a területet, hogy a tartalmakat nem mint weboldalt, vagy mint egy ilyen könyvtárstruktúrát kell elképzelni, hanem mint tartalomegységeket, amiket struktúrálhatunk, és ezeket felbonthatunk különböző mezőkre, tehát azt mondhatjuk, hogy ennek van egy linkmezője, van egy képmezője, a képmezőnek van egy felirata, van egy képe, a képmezőhöz tartozhat egy verziókezelés, egy felhasználó, egy jogosultságkezelés, stb. Tehát egy ilyen végtelenül struktúrált rendszer, amiben felbonthatjuk a tartalmainkat ezekre az elemekre. Most a Drupal 8 annyiban lép előre ebben nagyot szerintem, hogy rendkívül sok új mezőtípust vezet be az alaprendszerbe, amikkel ez a struktúrálás jelentősen könnyebbé válik. Tehát olyan mezők, mint a dátummező, vagy az e-mail mező, vagy a linkmező, amik korábban nem voltak benne az alaprendszerben, csak kiegészítőként voltak elérhetők, ezek most már alapból szerepelnek. És sokkal több dolog struktúrálható ilyen formában. Tehát mondjuk a menüelemek, vagy a kategóriarendszer ugyanilyen struktúrálással lett megvalósítva, tehát a menüelemekhez is ugyanúgy rendelhetünk mezőket, hogyha ezt így állítjuk be. Tehát ez ebben a tekintetben tovább lép a Drupal 8 a struktúrálás tekintetében, és ugye amikor összeállítjuk, hogy nekünk van egy ilyen tartalomtípusunk, aminek van egy szerzője, van egy címe, van egy szövege, tartozik hozzá egy bevezetőkép, tartozik hozzá egy hosszabb ismertető, ez hivatkozik öt másik cikkre, ahol részletesen kifejtünk különböző témákat, akkor ugye az érdekes, hogy ezt hogy menedzseljük, hogy viszi be a felhasználó ezt a tartalmat, ez nagyon jól testre szabható
az űrlapok segítségével, és ugyanezt a megjelenés testeszabását is támogatja. A Drupal különböző kímeleteket generálhatunk ezzel. És hogyha ez nekünk így nem elég, amit a Drupal 8 biztosít, természetesen továbbra is rengeteg egyéb dolgokat tudjuk kiegészíteni, értékeléssel, mezőcsoportokkal. Egy nagyon jó kezdeményezés, ami szerintem a Drupal jövőjében van, hogy ilyen különböző standard mezőcsomagokat nyújtsunk, ami azt mondja, hogy mondjuk így nézhet ki általában egy gazdag felhasználói profil mezőcsomag, vagy így nézhet ki általában egy kontaktinformációs mezőcsomag, és így tovább. Tehát ez igazából lehetővé teszi azt, hogy nagyon alaposan megmondjuk azt, hogy a tartalomban mit szeretnénk kezelni, és ne csak egy jó nagy beviteli mezőnk legyen. Ebből viszont nyilván valamit szeretnénk generálni a felhasználó számára, amit meg lehet emészteni. A Drupal 8 ebben is előrelép, azt mondja, hogy bevezeti ezeket a view módokat, amik különböző ilyen megnevezett kimenetek a tartalomból, például a teljes tartalom megjelenés, az a fajtája a kimenetnek, amit az RSS-ben szeretnénk látni, amit a keresési indexeléshez, hogyha mondjuk Apache Solr-rel vagy valamilyen más integrációval látjuk el, vagy egy bevezető tartalom, és így tovább. És kialakíthatunk ilyen saját view módokat, mondjuk ha az oldalsávban akarunk egy kis ízelítőt megjeleníteni a tartalomból, és így tovább, ezekre saját view módokat alakíthatunk ki, és ezt aztán felhasználjuk később arra, hogy a tartalmakat különböző formákban megjeleníthessük az oldalon. Aztán ezt még tovább beágyazhatjuk a views segítségével, ami pedig arra való, hogy egyáltalán eldöntsük, hogy a tartalmak közül mit akarunk megjeleníteni. Azt mondjuk, hogy minden cikket szeretnénk megjeleníteni, ami a múlt héten íródott, akkor csak a friss tartalmak legyenek, mondjuk egy nem túl gyakran frissített oldalon, ez egy jó kritérium. Tehát struktúráljuk a tartalmainkat, eldönthetjük, hogy ezek hogy jelennek meg, eldönthetjük, hogy ezek közül mi jelenik meg. És aztán már csak az a kérdés, hogy hogy kerül ki ez egy weboldalra. Na most ez a Drupalban alapvetően egy blokk elnevezésű rendszerrel működik, ami lényegében annyit jelent, hogy foghatunk egy ilyen blokkot és elhelyezhetjük bárhol az oldalon. És a Drupal 8 ezt olyan végletekig viszi, hogy tetszőleges dolog az oldalon az blokk. Tehát az oldal címe, a fülek, amik a navigációhoz tartoznak, a súgószöveg, ami megjelenik, az adminisztrációs események, amikre rákattinthatunk, a linkek, stb. Minden blogban van. A branding az oldalon, a logó, minden. Úgyhogy ezeket eltüntethetjük, átírhatjuk, áthelyezhetjük máshova, bármit csinálhatunk vele. Szerintem a Drupal 8 az egy igazán erős sitebuilder kiadás lesz, ugyanis ugyanezeket bárki beállíthatja a felhasználói felületen, beállíthatja, hogy milyen struktúrájú tartalmakat szeretne, beállíthatja, hogy ezek hogyan jelenhetnek meg különböző környezetekben, beállíthatja, hogy azokból a tartalmakból igazából mit akarok megjeleníteni, és ezeket tetszőleges helyen elhelyezheti az oldalakon belül és a weboldalon is. De most ez így nagyon webspecifikusnak tűnik, és hát lássuk be, hogy most az, hogy mi jelenik meg egy böngészőben, az manapság már nem feltétlenül annyira izgalmas. Egy kérdés, hogy mi lesz az appal, amit a telefonra írunk, hogy ugyanez a tartalom hogy jelenik meg, mondjuk egy telefonon. A Drupal 8 ebben is számos előrelépést nyújt. Van beépített REST támogatás, ami elérhetővé teszi a Drupalban tárolt ilyen entitásainkat, objektumainkat REST végpontokon keresztül. És ráadásul az előbb említett views segítségével is exportálhatunk ilyen REST végpontokat, tehát azt mondhatjuk, hogy mi szeretnénk az összes cikket elérhetővé tenni REST-en keresztül, amit a múlt héten írt a Kovács Józsi, akkor erre külön egy REST végpontot generálhatunk, és így tovább. És olyan REST végpontokat is generáltunk, amik paraméterezhetőek, tehát a kliens mondja meg, hogy pontosan mire van szüksége. Na most, amikor elkezdtük ezt a REST szolgáltatást fejleszteni a Drupalhoz, akkor ez egy fantasztikus új technológia volt. Most már nem annyira új technológia. És ugye felismerték ennek a hátrányait, ugyanis a REST az alapvetően arra épül, hogy egyes objektumokkal dolgozol. És amikor ezt a struktúrát, tartalmat kell kezelni, és azt szeretnéd, hogy jelenítsük meg a Kovács Béla cikkeit a Kovács Béla profilképével, a Kovács Béla regisztrációs dátumával, és azzal, hogy egyébként még hány cikk van azokban a kategóriákban a rendszerben, akkor ez rengeteg más adattartalom elérését igényli, ami a REST-tel nem túl optimális. De a Drupal 8 erre is ad megoldást. Van egy GraphQL nevű csodás lekérdező nyelv, amit a React
JS rendszernél fejlesztettek ki, és erre is van Drupal 8-as megoldás. Itt van egy példa, hogyha van egy pár tartalmunk, amik konferenciák, Drupal konferenciák, és szeretnénk ezeket listázni mondjuk egy telefonos alkalmazásból, akkor egy olyan egyszerű kliens nyelvet tudunk használni, amivel ezt le tudjuk kérdezni, a struktúrált adatot. Azt mondjuk, hogy szeretnénk azokat az entitásokat, amik node típusúak, és abból is a hármas számú entitást, a hármas számú nódot, és annak szeretnénk kérni a készültségi dátumát, hogy mikor készült eredetileg, mikor küldték be, és azt, hogy mikor frissítették legutóbb. Ezek ugye közvetlenül hozzátartoznak ez a nódhoz, és akkor ezt visszakapjuk egy ilyen kimenetben. Na most ezt még nagyon egyszerű lenne RESTel megvalósítani, mert lekérdezzük a hármas nódot. De hogyha azt mondjuk, hogy fogjuk ezt a view-t, amiről az előbb beszéltem, és a tartalom view-ból szeretnénk lekérdezni különböző mezőket, akkor onnan is azt mondhatjuk, hogy szeretnénk az összes azonosítót lekérdezni, a tartalmakhoz az azonosító számokat. Itt vannak az azonosító számok, mennyiféle tartalmunk van, és azoknak mi az azonosító számok. És akkor ezt tovább szűrhetjük, azt mondjuk, hogy azokból a tartalmakból mi szeretnénk olyat, amiknek a régió értéke Európa, tehát az európai konferenciákat kérjük kizárólag azokból a tartalmakból, és akkor most már csak azok az azonosítók jönnek le, amik az európai konferenciákhoz tartoznak. És ugyanezen az adatfán keresztül tovább mehetünk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk kérni az Entity Node Conference adatstruktúrából azt, hogy milyen városban voltak ezek a konferenciák, azt az értéket, azt, hogy melyik évben volt ez a konferencia. Ezt is visszakapjuk. Nem kell ezekre külön lekérdezéseket csinálnunk, ezekre a különböző objektumokra, és aztán ugyanezt meg tudjuk csinálni arra, hogy ki volt a szerzője, vagy ki vitte fel a rendszerbe ezeket a konferenciákat, tehát a felhasználó azonosítója ennek a tartalomnak, ami elvezet minket egy adatobjektumhoz, egy entitáshoz, akkor ki volt a neve annak a felhasználónak, aki ezt felvitte, ezt így meg tudjuk kérdezni, és így tovább. Tehát ennek az az előnye, hogy ez biztosít számunkra egy olyan lekérdező nyelvet, amivel a Drupal struktúrált adataiba így bele tudunk nyúlni, ahogy szeretnénk, és visszakapjuk azt a választ, amire mi vágytunk abban a struktúrában, amire mi vágytunk. Tehát ezzel nagyon könnyen lehet testre szabott mobil alkalmazásokat is készíteni erre az adatstruktúrára. Na most, ha mi nem szeretnénk saját alkalmazást készíteni, csak az a szegény felhasználó tudja a mobilon böngészni az oldalt, ez sem okoz problémát. A Drupal 8-ban erre is gondoltunk. Az egész adminisztrációs rendszere a Drupalnak mobilbarát, és maga a Drupal navigáció is mobilbarát. Hogyha megnézitek, ez egy Drupal 8-as első kiadásra jelölt verzió, ami múlt hét szerdán jelent meg. Ennek a menüje ott van, azzal a szendvicssel nyitható le, és a felső adminisztrációs sáv pedig ilyen tapintásbarát, tehát olyan méretű és úgy működik. Hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk bemenni ebbe az adminisztrációs menübe, akkor lenyílik egy ilyen adminisztrációs menü. Hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk tartalmakat adminisztrálni, akkor maga a tartalom adminisztrációs oldal is teljesen responszíven jelenik meg. A táblázat, ami most itt nem látszik, az is úgy jelenik meg, hogy a megfelelő képernyő mérethez igazodik. Tehát az egész rendszer abból olyan, hogy mobilról is könnyen használható, nem kell hozzá mobil alkalmazást írni, hogyha mi arra nem vágyunk. Ami még az adattámogatásnál nálam óriási kedvenc, az, hogy alapból több nyelvű a Drupal 8, mert ugye Drupal 7-ben csak néhány dolgot tudtunk több nyelvűvé tenni, és rendkívül sok kiegészítőt kell telepíteni ahhoz, hogy úgy általában a rendszer több nyelvű legyen. Drupal 8-ban, amikor feltelepítjük a Drupalt, első kérdés az, hogy milyen nyelvű, és onnantól kezdve minden egyenként az összes objektum tudja, hogy ő milyen nyelvű, és egyenként az összes objektumot le lehet fordítani tetszőleges más nyelvre, tehát tudják a különböző nyelveket kezelni. Tehát ez egy másik nagy erőssége annak, hogy ilyen adatkezelés szemléletű a dolog. Így néz ki mondjuk, hogyha arabul telepítjük a Drupalt, akkor ugye az egész megfordul, teljesen más lesz a menü, és teljesen más nyelven jelenik meg nekünk az oldal. Na most, ha ennyi különálló objektum van, és ezek konfigurálhatóak mezőkkel, és össze lehet kattingatni azt, hogy mi jelenik meg, akkor ez ugye borzalmasan lassúnak hangzik, mert hogy lehet ezt optimalizálni egyáltalán az adatbázisban? Nem nagyon lehet optimalizálni az adatbázisban. Amit lehet nagyon jól optimalizálni, jó,
Nyilván az, hogyha az ember előre megírja programban azt, hogy milyen lekérdezésekre van szüksége, akkor azt lehet optimalizálni. De hogyha ezt nem tudja előre megírni, akkor az a kérdés, hogy egyáltalán miből áll össze a kimenet, miből áll össze az oldal, amit előállítunk, vagy az a REST válasz, amit előállítunk. Ebben is óriási előrelépést nyújt a Drupal 8, ugyanis minden dolog, amit az oldalon megjelenítünk, az tudja, hogy ő miből állt össze. Tudja azokat a mezőket, tudja azokat a nyelveket, tudja azokat az azonosítókat, amik alapján ő összeállt, és ezeket cache tag formájában továbbadja. És ahogy az oldalt felépítjük, úgy összegyűjtjük az összes komponensnek ezeket az információit, és a végén az egész oldalról tudjuk, hogy összességében milyen komponensekből áll össze az oldal. Ennek alapján lehet gyors tárazni az oldalt. És a másik dolog, amit az egyes komponensek elmondanak magukról, az, hogy mennyire, úgy, hát ezek alapján, az információk alapján levezethető, hogy mennyire testre szabottak ezek a komponensek. És erre már lehet fejleszteni egy olyan megoldást, ami még nincs benne a Drupal 8-ba, de remélhetőleg a végén bekerül, amit annak idején a Facebooknál fejlesztettek ki, úgy hívják, hogy Big Pipe, aminek az a lényege, hogy beazonosítjuk, hogy az oldalon mi az, ami nagyon dinamikus. Például itt van ez a mit hallgattunk legutóbb a héten, most mit hallgatunk, és az, hogy hogyan szólunk hozzá ehhez a tartalomhoz. Ezek ilyen dinamikus dolgok az oldalon, ezeket nem kell alapból legenerálnunk, mert ez dinamikus. A Big Pipe igazából csak a statikus részét állítja elő az oldalnak, sokkal hamarabb megjelenik, és az összes dinamikus komponens az később töltődik be egyenként, hogyha megnézitek, ott tűnnek fel a darabok. Lényegében ugyannyi ideig tart előállítani az oldalt mind a két esetben. Az a különbség, hogy te úgy érzed, hogy sokkal hamarabb előállítottad az oldalt, mert jóval előbb megjelenik. Nem még egyszer, mert belenyomtam. Ha jóval előbb megjelenik a kimenet, ugyanis a statikus része, amit nem kell testre szabni, az egyből legenerálható. Most, ha már a cache-ekbe fel vannak töltve ezek az adatok, utána ezeket a részeket egyből be tudja tenni a kimenetbe, és nem kell megvárni, hogy ezeket is egyenként betöltse az oldalt. Tehát, hogyha valaki használt Facebookot, akkor már látta, hogy ugyanez a struktúra működik. Itt van az, amikor már a cache-ekbe fel vannak töltve a testre szabott információk, ilyenkor megkapod azokat, amik nem tartanak sokáig, és csak azt a kevés, azt az egy blokkot kapod meg később, ami tényleg sokáig tartott. Jóval gyorsabban elő az oldal, de lényegében tehát a lényegi előállítási ide ugyannyi ideig tart, de az élmény az sokkal jobb. Ugye ezt a Facebook már nagyon régóta használja arra, hogy kapsz egy keretet a Facebook dizájnjával, és aztán így hirtelen megjelennek a különböző dolgok az oldalon. Most ezt a Drupal tudja automatizálni, hogyha minden részéről tudja az oldalnak, hogy egyáltalán honnan jön és mennyire dinamikus, akkor ez teljesen automatizálható. Erről szól a Big Pipe, ami már majdnem elkészült, és már majdnem benne van a Drupal 8-ban. Hogyha még se kerül be a végleges verzióba, akkor majd a 8.1-es vagy 8.2-es kiadásban lesz benne. Hogyha ez nem elég, akkor a Drupal 7-hez 11 ezer modul volt, azt nehéz még megjósolni, hogy a Drupal 8-hoz mennyi lesz, ugyanis nem jelent meg a végleges verzió, úgyhogy reméljük, hogy hasonló nagyságrendben lesznek elérhetők a kiegészítők a Drupal 8-hoz is. Ez volt a technológia. Most, ha minden elérhető szabad szoftverként, mert a Drupal szabad szoftver és az a 11 ezer modul, amit le tudtok tölteni, az összes szabad szoftver, és teljesen ingyen le lehet tölteni, és bárki használhatja, akkor kérdés, hogy hogy virágozhat egy ekkora biznisz a Drupal körül. Hát úgy, hogy lehet a szabad szoftver köré is szolgáltatásokat tenni. Természetesen vannak olyan cégek, akik vannak olyan cégek, akik nagyon jól működő ügynökségek, és nagyon profi weboldalakat állítanak elő. Most itt direkt nem magyar példákat hoztam, pedig Magyarországon is van bőven, csak azért, hogy nehogy az legyen, hogy itt ki az, akit emlegetek, és ki az, aki kedvesebb nekem. Van olyan cég, aki konkrét szolgáltatást nyújt mögötte, például Lingotech többnyelvűségben profi, és ők azt mondják, hogy az oldaladat több nyelvre lefordítják automatikusan, nagyon könnyen, sokkal gyorsabban, mint bárki más. Van olyan cég, aki azt mondja, hogy jó, csinálsz egy oldalt Drupalban, de hogy lesz annak értelme? Ők abban segítenek például, hogy a tartalomstratégiát ki tudjad fejleszteni, hogy egyáltalán milyen mezőkre van szükséged, hogy egyáltalán hogy struktúrál a tartalmat, hogy azt majd később, amikor press release-eket kell kiadni, meg a mobil alkalmazásodat fejleszted, meg SMS-eket kell küldeni az embereknek, meg ilyesmi, akkor is jól működjön. És vannak olyan cégek, akik megpróbálnak egy átfogó szolgáltatás portfóliót nyújtani onnan, hogy hostingot nyújtanak egészen odáig, hogyha te neked pénteken hajnali 2-kor fel kell valakit hívni, akkor legyen valakit, akit
felhívhatsz. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy a top 1 millió webhelyből a világon minden 40. Drupallal fut, úgyhogy van bőven biznisz lehetősége mögött. De ami miatt szerintem mi itt különösen szeretjük Magyarországon a Drupallt, az a közösség. Itt van így reprezentációnak a legutóbbi Drupall konferencia résztvevőinek a videója Barcelonából. Tehát nagyon sokan vagyunk, nagyon sok fék vagyunk, és jól érezzük magunkat, amikor összejövünk. De nem csak Barcelonában, hanem Magyarországon is, ez például idén volt a Balatonon, a Drupalaton nevű rendezvényünkön, amikor kibéreltünk egy hajót. Úgyhogy ha valaki szeretne így közelebbről megismerkedni a Drupal közösséggel, a technológiával, a lehetőségekkel, az emberekkel, akkor nem csak itt vagyunk, hanem user group meetingeket tartunk. A webkonferencián lesz egy komplett Drupal vonal, és lesznek egyéb rendezvényeink a jövőben is, nézzétek a drupal.hu-t. Ennyi lett volna az előadásom, köszönöm szépen!